A Magyarországi Tájházak Szövetsége 2013-ban hívta életre a Tájházak Napja elnevezésű programsorozatot. A Szent György napjához legközelebb eső szombaton a tájházak ünnepélyes tavaszi kapunyításával hazánk kis településeinek egykori életmódját, paraszti világát ismerhetjük meg. A Szadai Tájháza kezdetektől részt vesz a mozgalomban, idén harmadik alkalommal várt a színes programokkal az érdeklődőket. Az egyik legizgalmasabb rendezvény ez, mert előre nincs visszajelzés, hogy jön-e valaki vagy nem. Úgyhogy azzal szoktuk vigasztalni magunkat, hogy miután segítő sok van, hát főznek, sütnek, aztán legfeljebb leülünk és jó ízűen megesszük mi magunk, amiket sütöttünk, főztünk. De hát most se így történt, hanem mindig vannak ismerős vendégek, ismeretlen vendégek, messziről vendégek, közelről vendégek. Az idén nagyon sok gyerek volt, ennek nagyon örültünk. És akik a gyerekfoglalkozásokat a Szadai Népi Együttes tagjai vezetik, nagyon sok mindent csinálnak, gyöngyöt fűznek, csokrot kötnek, koszorút kötnek, babát alkotnak. És hát természetesen a Kovács műhelyhez az nagyon vonzás jelent. Volt olyan kisfiú, aki jött az anyjával, szét se nézett, egyenesen ment az udvar másik sarkába a Kovács műhelyhez, hogy őt csak ez érdekli. Aztán később láttam őt egyebet is csinálni, de hát azért az nagyon vonzó dolga. És hát ami nagy öröm, hogy meg lett a fújtató is, mert ugye teljesen szétment a bőrözete, újra kellett bőrözni, és szerencsére Veresegyházi cipés mester megcsinálta szépen. A változatos programokról a Szadai Cibere Népi Együttes tagjai gondoskodtak. A szadai bírónak jó két lovat mondanak, ellopnám az éjszaka, hogyha rám nem iradna. Kezd a hajnal hasadni, jön a zsandár vasalni, vasalt le a gyenge kezemre, úgy visznek az egyesbe. Egyesből a kettesbe, a kettes főzetébe. Gyere, babám, bácsár ki, ne hagyjál elhervadni. Kiváltalak ki, nem hagylak elhervadni. Eladom a karikagyűrűm, kiváltom a szeretőm. Eladom a karikagyűrűm, kiváltom a szeretőm. Dulai Sándorné hímző népi iparművész rongybabák készítésére tanította az érdeklődőket. Van egy kedves ismerősöm, aki varrónő, és a hulladékait most már egy idő óta nem dobálja el, és akkor ezekből a hulladékokból készítünk rongybabát. Szeretek rongybabát készíteni, a gyerekek is szeretnek rongybabát készíteni. Számukra elég ismeretlen, mert sajnos otthon nem csinálnak, és itt ez újdonságnak számít. És amikor nagyon szép anyagokat sikerül összeszedni, akkor kimondottan szép a rongybaba, és most úgy gondolom, hogy szép anyagaim voltak, és vagy vannak, és ezekből készítünk. És a rongybabát úgy készítjük, hogy lehetőleg a paraszti hagyományhoz kicsit alakuljon, vagy formálódjon, mert van neki fejkendője, van neki köténykéje, és van neki ráncolt szoknyája, és hogy még a varrótűt is használjuk, mert igazándiból én hímző vagyok, és hogy a varrótűt is használjuk, a szoknyát tűvel varjuk, illetve ráncoljuk, tehát többféle technikát veszünk ebbe az egybaba készítésbe bele, úgyhogy körülbelül 10-12 babát készítettünk most itt, eddig az idő, nem tudom hány óra van, de körülbelül 10-12 babát csináltunk eddig ezen az alkalommal. Honnan érkezett a Szadai Tájházak napjára, és milyen apropóból? Kimlére, az unokatestvérem meghívására érkeztünk, és úgy látom, a kisfiam is nagyon élvezi az egész napot. Nagyon finomak a tájjellegű ételek. Nagyon tetszett az útmutatás a Gréti néninek, ahogy bemutatta a tájháznak a főbb jellegzetességeit, és úgy látom, eléggé sok jellegű, sokfajta népi dologban próbálhatják ki magukat. Az egyik kislány az gyöngyöt fűzött, a másik csuhéból készített rózsát, úgyhogy mindenki megtalálta a saját magának
igazából kettelésének illő dolgot, úgyhogy úgy látszik mindenki jól érzi magát. Hát én már maradtam a fűzésnél, meg a varrásnál, nagyon finomak voltak az ételek is, és még a hajfonás hátra van, arra még benevezek. Ne nézz hátra, jön a farkas, nagyot üt a hátadra. Ne nézz hátra, jön a farkas, nagyot üt a hátadra. Ne nézz hátra, jön a farkas, nagyot üt a hátadra. Ne nézz hátra, jön a farkas, nagyot üt a hátadra. Szadára költöztünk 2003-ban, tehát most már bő 10 éve lakunk itt, és nagyon szeretünk itt élni. Látogatták-e más alkalommal a tájházat? Nem, a tájházba sajnos még nem jutottunk el, úgyhogy nagyon örültünk, amikor láttuk, hogy nyílt nap van, és lehet jönni, mert nehezen megoldható a család minden napja mellett, hogy eljöjjünk. Nagyon klasszul, jól éreztük magunkat, és szerintem fogunk jönni máskor is. Nekem mindenképpen pozitívum volt, hogy más rendezvényekkel ellentétben itt mindenhez oda tudtunk jutni, tehát sorra kerültünk, nem volt hatalmas tömeg, és tényleg így személyes kontaktust tudtunk kialakítani a rendezőkkel. Nagyon, nagyon jó szervezés volt. A Szadai Tájház vendégei a népi gyöngyékszerek elkészítésének rejtelmeibe is betekintést nyerhettek. Mikor kezdtette el ezt a gyöngyfűzést? Hát kb. Így 5 éve tanultam meg, és utána így az internetről szedtem le gyűrű mintákat, és így szemre elkezdtem csinálni gyűrűket. Hány éves vagy most, hogy már ezt 5 évet csinálod? 18 éves vagyok. És mennyire tanultad ezt meg könnyen? Hogyan haladtál vele, hogy most már ilyen rutinosan tud ezt csinálni? Könnyen megtanultam, hát gyűrű alap ott tanultam meg végül is, ennek a gyűrűnek így három virágos verzióját, és az alapján az alapok olyanok voltak, amiket minden gyűrűbe így fel tudtam hasznosítani, és így könnyen meg tudtam csinálni őket. Simonné Horváth Anikó most önöknek is megtanítja a csuhévirág készítés fortéjait. A kukoricának a csövét borító levelekből fogunk egy ilyen kis csuhévirágocskát készíteni. A leveleket úgy kellett előkészíteni, hogy langyos vízbe beáztattuk egy fél órára, és akkor megpuhul annyira, hogy utána dolgozni lehessen belőle. A leveleknek a végét, ahol ilyen keményebb, ott mindig le kell vágni ollóval, mert úgy tudom majd könnyen tépni. Ilyen kisúnyi, széles levélkéket tépek, és utána egy csomót kötök a közepére. Ez lesz a csokornak a bibéje. Itt ezek a kis pöttyöcskék. Ebből mondjuk készítek egy 10 darabot. Hogyha elkészültek, akkor ezeket a bibéket így félbehajtom, és akkor így egy csoportba rakosgatom, hogy könnyebb legyen köré tenni majd az igazi szirmokat, egy raffia darabbal megkötöm.
utána válogatok olyan leveleket, amilyeneket sziromnak szeretnék rakni. Azoknak is levágom ezt a kemény részét, és úgy hajtom őket, hogy a levél természetesen, ahogy a csőre ráborul, így befelé hajlik, de én nem befelé hajtom tovább, hanem visszafelé. Leszedem, mert nem kell. Így visszafelé. És ilyenből lesznek majd a szirmok, ilyenből mondjuk egy 5-6 darabot összekészítek magamnak. Így szépen sorba igazítom az ujjammal, hogy így körbe fedjék. És az utolsó lépés az, hogy ugyanúgy egy rafiaszállal itt jó szorosan, minél föntebb megkötöm. És már csak az az utolsó lépés, hogy a szirmokat kiigazítom, hogy ilyen szép kerek legyen mindegyik, így megnyomkodom a tetejét. Elkészült a virág. Az egy örök darab, nem hervad el sohasem. A Szadai Tájháza közeljövőben is számos programot kínál a 20. század elejé szadai népélet tárgyi környezete iránt érdeklődőknek. Egyszer lesz egy olyan ami rendezvény, amiben mi közreműködünk erősen, de az nem itt lesz, hanem az iskolába. Az iskola családi napjának feladatait azt mi állítjuk össze. Az május 9-én lesz, és valamikor megtörténik a 3. tájházi füzet átadása, ahogy majd kikerül a nyomdából, amit még nem tudom előre, hogy inkább itt a tájházban vagy a faluházban rendezünk meg, de hát arra nagyon-nagyon várjuk az embereket, az egy különlegesen szép alkalom lesz. Kiszadába kidobolta a bíró, rózsa fával tüzel a szolga bíró, én is fogok rózsa fával tüzelni, fog még engem ki elhagyott szeretni. Mi is fogunk rózsafával tüzelni, fog még minket ki elhagyott szeretni.